Sziasztok, ez itt a Rubik kocka sorozat újabbik része lenne. Láthatok, hogy a csatorna ismét elég jó beindult, a videók jöttek folyamatosan, egymás után egy csomó videót raktunk föl, én is, mások is. Láttam, eléggé nézitek. A másik, hogy beszéltem már nektek erről a szociálblédás dologról, ugye a partnership részéről. Még várnunk kell, mert ugye az a feltétel, hogy ugye 30 napig szondáztatja a csatornát, és utána fog valami kiderülni, hogy egyáltalán mennyit gondolnának nekünk, és úgy, hogy lenne az egész. Úgyhogy még nem tett le. Tehát még csak a 20 napnál, körülbelül a 20 napnál tartatunk. Szóval még várnunk kell. Ha meg lesz partnership, akkor azt ugye elég valószínű, hogy is fogjátok látni, mert ugye ilyen dizájnokkal jár, meg ilyenekkel. Másik, hogy szociál leírás, akkor egy olyan videó bemutató lenne. Nem tudom, hogy hogy lenne jó nektek is. Ez egész. De mindegy. Másik volt, vagy hát van, ugye, most ez a Rubik kocka videó sorozat, ugye ez nagyjából ugye minden nap van, nem kivétel pár nap, mikor nem nagyon érek rá, de úgy nagyjából észrevehetétek, hogy úgy nagyjából azért szokott lenni. Ha lesz több időm, és még nem kell éveit meg, vagy évvégét meghúzni ugye iskolából, akkor ugye többet tudnék foglalkozni ezzel, és több videó lenne. Vagy hát igen, sokkal több lenne gameplayek is. Gameplayekről most annyit, hogy Csabi gyártja őket, mert nem tudok. Most éppen nem tudok gameplayeket gyártani, úgyhogy ezt Csabinak átpasszoltam. Ő csinálja a gameplayeket. Ő is jól tudja csinálni, úgyhogy azt is nyugodtan lehet nézni. Másik, hogy tényleg pluszban növekedik a nézettség, már új naponta 150 fölött van a nézettség, ami elég szép, tehát így az össznézettség pluszban az elég szép. Feliratkozások egy héten minimum egy, hát igen, ez azért nem olyan jó, de kezdésnek azért elég szép. Azért az is van, feliratkozás, minden. Igen. Tehát az is van. Másik, hogy most gondolkozom, hogy milyen sorozatot kéne indítani, ami ilyen nem gameplay, hanem ilyen jellegű, mint a Rubik kocka videó sorozat lenne. Nem tudom, hogy mi lenne, ami optimális lenne nektek is, és tudnátok, és én tudnék forgatni. Lehet még ilyen logikai játék, de ezzel a Rubik kockával látjátok, hogy nem megy nagyon a dolog. Valami miatt ez még videón kívül is rakom, de valahogy vagy úgy jön ki, hogy kijön három oldal, és a negyedik nem, és a többi se. Vagy kijön két oldal, és akkor így a harmadik se jön ki, meg se a többi. Értitek? Valamilyen nem megy. Mert még próbálgatom, azt hát, ha fog sikerülni. A másik, hogy ha majd lesz Social Blade, akkor ugye ott a csatorna mellett lesz ilyen széles képizét dolog. Azt majd úgy is látni fogjátok, ki lesz linkelve oda. Mint ahogy fönn a Facebook csoport, azt is lehet lájkolni, vagy nem csoport, a Facebookos oldalon, azt is lehet lájkolni, előjétek a Skype-unkat, videók, előző videók, Csabi csináltam. A Skype-on nem garantáljuk, hogy mindenkivel tudunk beszélni, és hogyha elfogadlaldban vagyunk, akkor is írhattok, és akkor már kiválasztjuk, hogy éppen kivel fogunk beszélni, de hogyha egyszerre fogtok 20-an hívni, az úgyse fogjuk fölvenni, tehát úgyis elfoglaltban lesz, és nem fogja tudni fölvenni. Előtte írjatok, hogy kik vagytok, nézzétek a csatornát, stb. Melyik a kedvenc videótok, írjatok magatokról pár szót, hány évesek vagytok, fiú, lány, ilyenek. És
Még azt is emelni, hogy attól még, hogy felhívunk titeket, az nem jelenti azt, hogy videóban benne lesztek. Tehát ezt nem garantáljuk. Meg az, hogy nem biztos, hogy ahogy bejelölsz, rögtön vissza is lesz jelölve, mert azért persze nem vagyunk mi is mindig fönn, éppen, értitek. Na, tehát ez lett volna a mai téma, úgyhogy ez a videó annyi is lett volna, úgyhogy iratkozzatok föl, lájkoljatok, jelöljetek, sziasztok!